Fokális képzésért csak azért jár többlet pont, hogyha emelt szintű vagy felsőfokú volt a szakképzés, vagyis 54-essel vagy 55-össel kezdődik a száma. Ezt onnan is láthatjátok, hogy itt a listában csak olyanok vannak, hogy 54-el vagy 55-tel kezdődnek, ha nem ilyen a képzésetek, akkor nem is fogtok tudni erre jelentkezni. Volt, aki párjával együtt érkezett a felvételi tájékoztató napra. Közeleg a határidő, dönteni kell, ki merre induljon tovább. Viktória a Bercsényi Miklós közlekedési középiskolából érkezett, gazdasági vonalon tanulna tovább. Mindenképp a Széchenyi Egyetemen szeretnék tovább tanulni, mert Győri vagyok és itt kézilabdázok. Az E-felvételiről, az eljárás menetéről, a pontszámítás rendszeréről tartottak előadást, és felhívták a figyelmet arra, hogy a felvételi eljárás nem csak a jelentkezési lap kitöltésével jár. Dokumentumokat kell beszerezni, fénymásolni és csatolni. Ezek nélkül a jelentkezés érvénytelen. Folyamatosan próbáljuk tartani a kapcsolatot az ide felvételizőkkel is, akár a Facebookon keresztül, akár a felvételi irodán keresztül, igazából ha személyes, ha Skype, ha internetet, bármi lehetőség van arra, hogy minket megtaláljanak és kérdezzenek, és természetesen minden kérdésre igyekszünk és válaszolunk is. Március 1-e a felvételi jelentkezés végső határideje, addig még van idő gondolkozni, beszerezni a szükséges papírokat.